Azonnal csökkenteni kell az üzemanyagok jövedéki adóját, hangzott el az MSZP keddi sajtótájékoztatóján. Egy székesfehérvári benzinkút elől közvetített online sajtótájékoztatón azt is sürgették, hogy az állam által beszedett jövedéki adó egyharmadát kapják meg a települési önkormányzatok út, kerékpárút és közpark fejlesztésre. A szocialista Márton Rolanddal a Fejér megye egyes számú választókörzetében az ellenzék közös országgyűlési képviselőjelöltjével beszélgetünk. Egyel több névelő volt ebben a felvezetőben, de jó reggelt kívánok Márton Rolandnak. Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is. Igen, azon gondolkozom, hogy a Stop Orbán, Stop Benzinár fialmondatot így egy közös értekezleten találták ki, vagy ez így csak egyszerre csak jött? Hát nem volt, be van járatva ez a Stop kampány, nem mi járattuk be, hanem a kormány már évek óta az egyik legfontosabb üzenete, és ez a figyelemfelhívás szolgálja, hogy a kormány által megállítani kívánt, hát sok esetben lózunk, például Stop Soros, vagy Stop Karácsony, vagy Stop Márkizaj éppen jelenleg, valódi ellenfelet is találhatna magának a kormány az ilyen kampányaihoz, például jelen esetben a benzinárt, az üzemanyag árat emelkedésében szembeni küzdelem, az pont egy remek lehetősége lenne a kormánynak arra, hogy az elszántságát bizonyítsa akkor, amikor a magyar emberek védelméről beszél, hiszen hát soha nem látott magasságokba emelkedtek az üzemanyagárak, és a kormánynak jelentős mozgástere lenne arra, hogy ezt csökkentse. Ugye azt is mondta a tegnapi sajtótájékoztatón, hogy éves szinten 750 milliárd forint jövedéki adó folyik be az államkasszába, és az adó egyharmadának az átengedése érdemi mozgásteret jelentene az önkormányzatoknak. Így van. Ugye ez már így egy van. Igen, önkormányzatvédő szemlélet, de hát nyilván a benzinár csökkentése az gyakorlatilag minden szektornak, sőt, hát ugye mondjuk azt, hogy az elszabaduló inflációnak is jót tenne. Így van, a javaslatunk kettős, ugye egyrészt az önkormányzatok büdzséjét is hosszú távon is rendbe kellene rakni, hiszen az önkormányzatok kifosztása az hát ma már a lakosok szemmel láthatóan érzékelik azt, hogy a településektől nem számíthatnak elegendő segítségre. Itt a járvány miatti válság esetében is több példa van erre, hogy az önkormányzat sokkal jobban érzékeli azokat a problémákat, azokat a beavatkozási lehetőségeket, amik jobbá tennék a településen élők életét, de sok esetben költségvetési lehetőségeik szerénysége miatt elmarad. A javaslatunk egyébként azt is szolgálja, hogy kettős, hiszen jelenleg a rekordmagas üzemanyagárakat is csökkenteni lenne szükséges. A kormány azt mondja, hogy erre nincsen mozgástere, hiszen az áremelkedés okaként a kőolaj világpiaci árának az emelkedését szabják meg, de azért ez így nem pontosan igaz. A kormány nem bontja ki a valóság minden elemét. Például azt, hogy a benzin esetében az 513 forintos ár majd 49%-a az költségvetési bevétel adó, a dízel üzemanyag esetében pedig ez az arány 45%-a az 527 forintos dízel árnak költségvetési bevétel. Ez egyrészt a jövedéki adó, van egy kőolaj készletezési díj, ami ugyancsak költségvetési bevétel, és az Európában rekordmagas 27%-os áfa. És nyugodtan említhetem azt is, hogy egyébként a kormány árfolyam politikája is oka az áremelkedésnek, hiszen a kőolaj azért kerül ilyen sokba Magyarországnak, hiszen a kormány abban érdekelt évek óta a forint leértékelésére játszik, a 360 forintos euró is oka annak, hogy ilyen magasba szökött a kőolaj ára. Több beavatkozási lehetőség lenne tehát a forint erősítése, vagy akár az üzemanyagárakra rakódó majd 50%-os adóteher csökkentésével lehetne kordában tartani az üzemanyagárakat, ami nem csak a tankolásnál védeni a háztartások pénztárcáját, de ugye ez az a költség, ami minden árucsoportban berakódik az árakba, tehát a rekordmagas üzemanyagot nem csak a benzinkutaknál fizetik meg a fogyasztók, hanem akkor, amikor élelmiszert vagy bármi mást vásárolnak a boltban. Most akkor nem kérdezem meg, hogy mennyiben nyugtatja önöket az, hogy a kormányfő
azt mondja, hogy az Unióval még letárgyalja azt, hogy a benzinár hogy alakuljon a jövőben, mert nyilván ez majd egy olyan hír lesz, hogy sikerült-e megállapodnia, vagy nem, amire érdemes reagáltatni. De hadd kérdezzem meg, én kihasználom az alkalmat, hogy önnel most beszélhetek, hogy az előválasztás óta nem beszéltünk. Az a kérdés, hogy ugye ön megnyerte a körzetet, és ön lesz az országgyűlési képviselő jelöltje az ellenzéknek. Így van. Ön szerint az a negatív kampány, amely az ellenlábasa ellen irányult, mennyiben segítette az ön pozícióját? Rácznél Földi Juditról van szó. Így van. Érdemi hatása nem volt, hiszen ezek a Judittal kapcsolatos hírek, ezek már jó, a választás kétharmadánál történtek meg, tehát én nem érzékeltük azt, hogy ennek bármi hatás lett volna egyébként a székesfehérvári kampányra. Ráadásul ugye a szavazatszámlálásnál az is kiderült számunkra, hogy az urnában található szavazatok, tehát az urnák majd mindegyikében a szavazatszámlásnál az előtt ki, hogy az én előnyömet mutatták ki, tehát ettől az ügytől függetlenül is győzelmet arattunk volna, arról nem beszélve, hogy az online leadott szavazatokban pedig ennél jóval nagyobb volt a különbség, úgyhogy ennek hatása magára a választása nem volt, inkább a választás hangulatára, tehát én is szomorúan éltem meg, hogy egy ilyen demokratikus és ellenzéki ünnepet, mint amely egy sikeres előválasztás lebonyolítása, az Juditnak az ügye ezen kívül beárnyékolt a Székesfehérváron. Én azt gondolom, hogy mi személyesen nem rendeztük ezt a viszonyt. Nyilván ő ezt nagyon nehezen éli meg, ezt az egész ügyet, ennek a kipattanását, de túl leszünk rajta, és összezárva nem csak a demokratikus koalícióval, hanem minden más ellenzéki párttal egységben küzdünk áprilisban azért, hogy az országban is, de itt Székesfehérváron is változás történjen. Hát van fél évük, és köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.